Ez a mai osztás már a harmadik kisközségünkben. Jelenleg a Sámsonházai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat oszt fertőtlenítőszereket, kézfertőtlenítőt, hipót, saját közmunkaprogram, Sámsonikum közmunkaprogram keretében készített maszkokat, illetve gumikesztyűt, valamint egy szintén saját kezűleg elkészített laminált táblát, ami a maszk helyes használatáról szól, és a másik oldalon pedig a szlovák önkormányzat elnökeként az alapvető információkat is, egy kis kitekintést is tettünk anyaországunk Szlovákia felé, hogy ott mi a helyzet. A védőeszközök kiosztásán túl az önkormányzat milyen intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy lassítsa a járvány terjedését? Önkormányzatunk, községi önkormányzatunk már két alkalommal szervezett szintén osztást itt a községben. Hipó, szájmaszk, illetve gumikesztyűt osztottunk minden sámsonházai lakosnak, életvitelszerűen itt tartózkodónak. Az első alkalommal március közepén, illetve március végén. Azen kívül olyan intézkedést tettem, hogy most az utolsó hétvége, ez a május 1-i hosszú hétvégével kapcsolatban, egyeztetve a helyi vegyesbolttal, aminek a működésének nagyon örülünk, most indult újra, korlátoztam a nyitvatartást. Tehát május 1-én és 2-án 11-től 3 óráig lehetett nyitva, illetve vasárnap egész nap zárva volt a helyi vegyesbolt. Jelenleg ennyi megszorító intézkedés volt a járványveszéllyel kapcsolatosan.